Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2015. július 27-én, hétfőn este 7 órakor. Kezdünk! Nyári véradások. Országosan 1800, a megyében napi 100 egység vére van szükség. Úszó alkalmatlanságok versenye. Idén is különleges járművek szálltak vízre. Estére szabad a kecó. Teltház előtt mutatták be a vígjátékot a szabadtéri színpadon. Híradó Nyíregyházi Televízióban jó estét kívánok! Adj vért és add tovább. Ezzel a szlogennel indított rendhagyó közösségi véradó kampányt a Magyar Vöröskereszt. A nyári hónapokban a kánikula és a szabadságolások miatt kevesebb a véradó. A karitatív szervezet így hívja fel a figyelmet a véradás fontosságára. Országosan naponta 1800 véradót kell toborozni ahhoz, hogy rendelkezésre álljon a szükséges vérmennyiség. Adj vért és add tovább. Ezt a címet kapta a Magyar Vöröskereszt véradó kampánya, amellyel a véradás fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. A nyári hónapokban a kánikula és a szabadságolások miatt a szokásosnál kevesebb a véradó. A karitatív szervezet ezért fektet nagy hangsúlyt a véradók toborzására és a rendszeresen segítők aktivizálására. Országosan naponta 1800 egységvér szükséges a folyamatos betegellátáshoz, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében naponta 80-100, hetente 500 egységvérre van szükség. A nyári időszakban előfordul a vérhiány. Az akut műtétek soha nem maradnak el, de a nagy vérigényű ütemezett műtétekhez bizony mindig egy kicsit rá kell külön dolgozni és szervezni kell. Gondolok itt az ortopédiai vagy a szívműtétekre, és hát arra is, hogyha valaki a megyéből akár Budapestre, akár Debrecenbe megy el operációra, akkor részére is biztosítanunk kell a szükséges vérmennyiséget, tehát küldenünk kell vele. A Magyar Vöröskereszt adj vért és add tovább kampányában mindenkit arra buzdít, hogy adjon vért és indítsa el saját véradóláncát. A szervezet arra kéri a véradókat, hogy posztoljanak képet a saját véradásukról, írják meg tapasztalataikat és hívják meg három ismerősüket, hogy ők is adjanak vért. Akik elfogadják a kihívást, meghívókhoz jutnak, hogy tovább vihessék a véradás hírét. Így párhuzamosan több láncolat is elindul, amelyek segítségével több ezer ember ismerkedhet meg a véradás fontosságával. A nyári időszakban a Vöröskereszt számos rendezvényre, fesztiválokra, települési rendezvényre ellátogat, és több helyszínen szervez kihelyezett véradást. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében augusztus 14-én Nyíregyházán a Tesco parkolójában lesz kamionos véradás, augusztus 15-én Máriapócsra, Nyíregyházára a Józsavárosi napokra és a Tuzséri Alma napokra várják a véradókat. Augusztus 20-án a Nyíregyházi állatparkban tartanak véradást, augusztus 22-én pedig Gávavencsellőre, a Krumpli fesztiválra várják a segíteni vágyókat. Új játszótér kialakítását tervezi a Rotary Klub Nyíregyháza. Terveik szerint ez egy olyan speciális közösségi tér lenne a belvárosban, ahol a fogyatékkal élő és egészséges fiatalok együtt tölthetik majd szabad idejüket. Emellett számos a városlakóknak szóló kulturális program megvalósítását tervezik még az idén az Operettszínház és a Princess együttes fellépésével. A Rotary Klub Nyíregyháza elnökségének bemutatkozó sajtóreggelién, mely a tervek ismertetésének is alkalmat adott, felidézték. Legutóbb néhány nappal ezelőtt lehetett hallani a humanitárius szervezet megyeszékhelyi csoportjáról. Az általuk adományozott, a búzatéri piaccsarnokban elhelyezett defibrillátor összesen már a 22. a városban, mely elősegítheti az életmentést. Korábban a tapintható láthatatlan projekt, tehát a Kossuth téren elhelyezett dombormű, majd a sószoba kialakításával tették le névjegyüket, idén pedig egy játszótér kialakítását tervezik. A belvárosi helyszín kiválasztása még zajlik. A polgármester által is támogatott koncepció azonban végleges. Fogyatékkal élő és egészséges gyermekek integrált közösségi terében gondolkodnak. Ez az év az én vezetésem vagy elnökségem alatt elsősorban a fogyatékkal élő emberek, illetve gyerekek éve lesz. Ebben a szemléletben szeretnénk megvalósítani a programokat, illetve a programokból befolyt támogatásokból olyan célt szeretnénk támogatni, ami talán az országban is egyedülállónak tekinthető. Ez a cél pedig egy integrált játszótér kialakítása Nyíregyháza belvárosában, ami lehetőséget nyújt arra, hogy a
fogyatékkal élő gyerekek, akár mozgáskorlátozott, akár értelmi-szellemi legkorlátozott gyerekek és egészséges gyerekek játszótere lehet, és ez nem csak egy egyszerű játszótér lenne, hanem ezek különböző kulturális és egyéb programokkal megtöltött játszótér lenne. A tervek szerint a könyvtár segíti majd programszervezéssel élővé tenni az új teret. Emellett több, részben újszerű programmal is jelentkeznek majd. Az elsőt szeptember közepére tervezik a sportcentrummal karöltve. A gyermek sportvetélkedőn, csak úgy, mint majd a játszótéren, fogyatékkal élő és egészséges gyermekek közösen töltenek el egy napot. Október 3-án az Operett Színház társulata vendégeskedik majd általuk a Lili Bárónővel a Váci Mihály Kulturális Központ színpadán, december közepére pedig a Princess együttes fellépését tervezik, ha igény lesz rá, akár dupla előadással. A hagyományoknak megfelelően pedig idén is megrendezik Mikulás napi programjukat a Józsa András Múzeumban, a hátrányos helyzetű gyermekekre gondolva. A sajtóreggelin egyben bejelentették, a Soros Nyíregyházi elnök Pták István jelenlegi tanácsadója Pénzes Ilona lesz 2016-tól a Magyar Rotary kormányzó asszonya, ami nagy dicsőség a világelnöki dicsérettel rendelkező szervezetnek és városunknak. Focitáborban rúghatják a labdát egész nap azok a nyíregyházi gyerekek, akik részt vesznek az önkormányzat által támogatott nyári napközis ellátásban. A nyírszőlősi iskola udvarán és a közelben lévő focipályán gondoskodnak a szakemberek és a pedagógusok a vakációzó diákok aktív pihenéséről. Figyelj! Palacsinta! Gombóc! Hey, gombóc, palacsinta! Technikai fortéjukat gyakorolnak azok a gyerekek, akik hétfőtől péntekig az önkormányzat foci táborában töltik a szabadidejüket. A nyári napközis elfoglaltságban a nyírszőlősi általános iskola tanárai mellett a nyíregyházi sportcentrum labdarúgó szakedzői gondoskodnak a szünet egy részének aktív eltöltéséről. A fiúkat autóbuszok szállítják a táborba, ahol edzéseken fejleszthetik tudásukat. Eddig 3 turnusban közel 150 gyermek bújhatott focimezbe. Szerettek focizni, és jó focizni egész nap, meg jók a tarálnok, meg barátokat lehet szerezni. Az edzések mellett szabadidős tevékenységek is várnak a labdarúgó gyerekekre, kézműves foglalkozásokon, úszásórán és sportvetélkedőkön vezethetik le energiájukat. A focitábor céljai ötvözik a játékot, a tanulást és a mozgást. Az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltése, nem beszélve arról, hogy a városi szülők terhét levesszük ezzel, mert ugye bár ők dolgozni járnak, és a gyermekükre így felügyelet alatt merik hagyni, mi vigyázunk rájuk. A tábor résztvevői egy alkalommal ellátogatnak a városi stadionba, ahol megismerkednek a környezettel és az ott zajló sporttevékenységekkel. Különböző témájú nyári napközis táborokban 34 turnusban 1600 kisdiák szünidei elfoglaltságához biztosít támogatást a nyíregyházi önkormányzat. A gyerekeket augusztus 7-ig fogadják a szünidős lehetőségek. Idén is megrendezték Sóstón az úszó alkalmatlanságok tréfás vetélkedőjét. Nevezni most is olyan saját kivitelű vízi járművekkel lehetett, amelyek eredetileg nem a vízre szállást szolgálják. A vízi alkalmatlanságoknak ebben az évben is csupán a fantázia szabott határt. Szenzációs hangulatú rendezvénynek lehettek részesei azok, akik kilátogattak a hétvégén Sóstó gyógyfürdőre, az úszó alkalmatlanságok tréfás vetélkedőjére. Évről évre egyre többen neveznek a versenyre, és egyre kreatívabb tákolmányok jelennek meg a sóstói tóvizén. A fantáziának csak a képzelet szab határt. Ezúttal is ötletes úszó alkalmatlanságok születtek, a versenyzők minden évben sok időt és energiát fordítanak a versenyre való felkészülésre, de a csapatok számára mégis a buli, az együtt töltött idő a legfontosabb. A versenyzők idén 15 járgánnyal álltak rajthoz, amelyek a nézők számára is sok megmosolyogtató pillanatot szereztek. A rendezvény sikere azt mutatja, akár nemzetközivé is kinőheti magát. Ilyenkor tényleg teltház van itt Sóstógyógyfürdőn, ugye lépni nem lehet a turistáktól, hála Istennek az összes szállás már elfogyott gyakorlatilag, és mindazon túl azon a sok izgalmon állatpark, fürdő, múzeum, falu, kalandpark, ami itt megtalálható, mindazon túl még nyilván plusz alternatív programokat is kell, hogy tudjunk nyújtani az ide érkező turistáknak, akik tényleg nagyon szép számban a közönség soraiba is lengyel, német, szlovák, román hangokat is lehet hallani, és volt már olyan egyébként, aki úgy foglalta le a szállását, hogy érdeklődött, hogy mikor lesz az úszó alkalmatlanságok vetélkedője, mert ő bizony arra nagyon kíváncsi, szeretne eljönni.
sőt nem beszélve arról, hogy már határon túlról is érdeklődtek, hogy hogyan szoktuk megrendezni ezt a versenyt. Tehát nem kizárt, hogy egyszer akár nemzetközivé is kinövi majd magát ez az egész rendezvény. Én azt gondolom, hogy ettől szép, ettől izgalmas Sóstó, hogy mindig történik valami, valamilyen szinten az állandóság, a nyugalom, a béke, a szépség megvan, és mellette pedig a hangulatok, az ízek, az illatok, amelyek majd most a Bográs partin is megtalálhatóak lesznek, és ezek a látványosságok adják az egésznek a szépségét és az örömét. Már hagyomány, hogy Nyíregyháza szinte valamennyi önkormányzati alapítású gazdasági társasága képviselteti magát a versenyen, idén is szép számmal álltak rajthoz. A 30 éves nyíregyházi televízió csónakja is vízre szállt, az elmúlt évek tapasztalatai alapján készült tákolmány fedélzetén küzdő evezősök igen szépen szerepeltek, a középdöntőig jutottak. Az úszó alkalmatlanságok tréfás vetélkedőjén hölgyek is kipróbálták leleményességüket, két fiatal diáklány is rajthoz állt, törekvésüket egy ismeretlen felajánló 10 000 forint külön díjjal jutalmazta. Mindenképpen szeretük volna képviselni a nőket és bebizonyítani, hogy mi is vagyunk ugyanolyan jók, mint a cégek képviselői, illetve a férfiak. És hát megláttuk az egyik plakáton, hogy rendeznek egy ilyen versenyt, és úgy gondoltuk, hogy miért ne indulhatnánk rajta. A döntő nagyon izgalmasra sikerült, hiszen az élen két hajó fej-fej mellett végzett. Szerintem egy emlékezetes verseny volt mindannyiunk számára. Bebizonyosodott az, hogy ez egyre jobban az emberek számára fontos, egyre jobb és fantasztikusabb csónakokat és találmányokat építenek, amivel egy jó versenyt lehet lebonyolítani. Az úszó alkalmatlanságok versenye most először volt pénzdíjas, a győztesek összesen 100 000 forintot vihettek haza. Nagy sikert aratott Réi Kúni vígjátéka a nyíregyházi szabadtéri színpadon. Az Estére szabad a kecó című előadást teltház előtt játszotta a Bánfalvi stúdió. Mindjárt jönnek a részletek, előtte nézzük a további híreket. Fának csapódott egy személygépkocsi pénteken este a Sóstói úton. Egy autó Sóstó felől a város felé tartott, amikor a gépjármű vezetője elvesztette uralmát az autó fölött, ami átért a szemközti sávba, és a járdánál egy fának csapódott. Az autót vezető férfi kiesett a gépkocsiból. A balesetet az okozta, hogy a járművezető rosszul lett. A mentők a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították. A baleset ideje alatt a járdán egy nő sétált babakocsival, de a gépkocsi szerencsére a fának ütközve megállt, így az autó nem ütötte el. Árokba borult egy autó vasárnap délelőtt Nagykálló és Nyíregyháza között a közúton. Egy személygépkocsi Nagykálló felé tartott, amikor a Nyírjes tanyai kereszteződésnél a gépkocsi vezető elmondása szerint egy autó elé fordult. A személyautó vezetője félrerántotta a kormányt, a gépkocsi lefutott a patkára, az árokba borult és egy fának ütközött. A balesetben egy személy sérült meg, a hátsó ülésen utazó nő az autóba szorult, őt a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, a mentők pedig kórházba szállították. Közlekedési baleset történt vasárnap délután a 4-es számú főúton Nyíregyháza és Újfehértó között. Egy személygépkocsi Debrecen felé tartott, közben az autó vezetője elaludt, és a gépkocsi áttért az út bal oldalára. A vezető észrevette és vissza akarta kormányozni a járművet, de az autó árokba borult és az oldalára fordult. A balesetben a gépkocsi vezetője, egy felnőtt és egy gyermek súlyos sérüléseket szenvedett, egy másik gyermek pedig könnyebben sérült meg. Baleset történt vasárnap este az Orosi út Család utca Nagyvárad utca kereszteződésében. Egy személyautó vezetője a Család utca felől érkezett és úgy folytatta az utat egyenes irányban, hogy a kiegészítő közlekedési lámpa zöld jelzését vette figyelembe. A kereszteződésben összeütközött egy másik személyautóval, amely az ütközés miatt villanyoszlopnak szaladt, a balesetben ketten sérültek meg. Az Estére szabad a kecó, avagy a Londoni Sextet című előadással folytatódott pénteken este a szabadtéri nyár programsorozata. Réi Kúni és John Chapman komédiáját teltház előtt játszotta a Bánfalvi stúdió. A főbb szerepekben Bánfalvi Ágit, Kis Ramónát, Gesztesi Károlyt és Hujber Ferencet láthatta a közönség. Kölcsönadod a lakást. Nem tudom, Linda, azért ez egy kicsit erős, nem? De miért? Hát mentek Filippel a banketre, Szilvinek meg kimenője van. Filipnek például mit mondok? Semmit az ég egyet a világon. Mire hazaértek, nyoma se lesz, hogy itt voltunk. Estére szabad a kecó, csak hogy Réi Kúni és John Chapman darabjában mindenki azt szeretné, ha ő maradhatna ott estére. Férfi nővel, nő férfival, és persze a legnagyobb titokban. De a színpadi vígjátékokban soha semmi nem maradhat titokban.
Az estére Szabad a Quetzal, vagy a Londoni Sextet című előadást játszotta a Bánfalvi Stúdió a nyíregyházi szabadtéri színpadon. Bánfalvi Ági azt mondta, amikor először elolvasta a darabot, nem tudta abbahagyni a nevetést, ezért választotta a társulatnak Rékuni vígjátékát. Nagyon fordulatos, nagyon szellemes. Tehát itt főleg színészileg az egy nagyon jó dolog, mikor átalakulhat valaki. És mindenki átmegy, hát most ezt elmondhatom, a második felvonásban mindenki valami más szerepbe tolódik, ugye hát a félreértések miatt. Mert jön az írónő, aki most magamról akarok beszélni, de így van, és mindenki belekerül egy másik helyzetbe. Az azt jelenti, hogy mindenki más karakter lesz, tehát mindenki átcsúszik a második felvonásban valami másikba, és ez annyira vicces, ugye, hogy ki miért, hogy tehát az összes félreértés, és egymás között, mint a kis hazudozós gyerekek, hogy ő a tudott ki, a, és akkor ő meg azt mondja, én vagyok az, igen, igen, te vagy az, és akkor innentől kezdve mindenki más lesz. De mi ez egyáltalán? Hát egy biztos, nem a Mici mackókból van. Megmondom neked, hogy mi ez. Nem. Ez egy szerelmes levél. A darab végéig persze sok minden történik. Levél érkezik, de nem attól és nem annak, akire gondolnak. Férfiak és nők bukkannak fel, de mindig a lehető legrosszabb pillanatban. És a főszereplő, aki karrierje legnagyobb lehetősége előtt áll, majdnem elpuskázza azt. Segítséget a barátjától várna, aki persze sokszor még inkább csak összegubancolja a szálakat. Gesztesi Károly azt mondta, az előadásban a közönség által kedvelhető szerepet kapott. Egy minden nap más nővel lefekvő férjet, aki egyfolytában hazudik, de nagyon helyes szeretni való ember, pont olyan, mint én. Bár én nem szoktam hazudni. Az estére Szabad a Quetzal, vagy a Londoni Sextet című előadást teltház előtt játszották a művészek a nyíregyházi szabadtéri színpadon. Hétfőtől bajnoki menetrendben készül a Spari, mivel a hétvégén már kezdődik az MB3-as bajnokság, ahol a Nyíregyháza Spartakusz számára a bajnoki cím megszerzése a cél. A felkészülés utolsó részeként már a frissítési a főszerep. Kedden szurkolói ankétot tart a csapat a Városi Stadionban 18 órától, ahol a drukkerek is feltehetik kérdéseiket a vezetőség és a szakmai stáb felé, valamint bemutatkoznak az új játékosok. Utolsó három felkészülési mérkőzését megnyerte a csapat, szombaton az MB2-es Szolnok otthonában is győzött 2-1-re. Pölöskei Pétert már télen szerette volna szerződtetni a Spari, de csak most sikerült. Így most azért egy teljesen más helyzet alakult, mert ugye azért a harmadosztály azért teljesen más, de meghallgattam a Nyíregyházat, és én örülök, hogy ide kerültem, jó terveket vázoltak felelém, úgyhogy szívesen csatlakoztam a csapathoz, és szeretném segíteni. Vasárnap a Debrecen 2 lesz a bajnokságban az első ellenfél. A találkozó 17 óra 30 perctől kezdődik. A nézők számára fontos információ, hogy jegyeket a helyszínen lehet majd vásárolni a mérkőzés előtt, és klubkártyára nincs szükség a belépéshez. Bérleteket csütörtöktől lehet vásárolni. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Agyvért és add tovább. Ezzel a szlogennel indított rendhagyó közösségi véradó kampányt a Magyar Vöröskereszt. A nyári hónapokban a kánikula és a szabadságolások miatt kevesebb a véradó. A karitatív szervezet így hívja fel a figyelmet a véradás fontosságára. Országosan naponta 1800 véradót kell toborozni ahhoz, hogy rendelkezésre álljon a szükséges vérmennyiség. Új játszótér kialakítását tervezi a Rotary Klub Nyíregyháza. Tervei szerint ez egy olyan speciális közösségi tér lenne a belvárosban, ahol fogyatékkal élő és egészséges fiatalok együtt tölthetik majd szabad idejüket. Emellett számos a városlakóknak szóló kulturális program megvalósítását tervezik még az idén az Operettszínház és a Princesz együttes fellépésével. Idén is megrendezték Sóstón az úszó alkalmatlanságok tréfás vetélkedőjét. Nevezni most is olyan saját kivitelű vízi járművekkel lehetett, amelyek eredetileg nem a vízre szállást szolgálják. A vízi alkalmatlanságoknak ebben az évben is csupán a fantázia szabott határt. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további kellemes televíziózást kívánok. Viszontlátásra!